Tizedik perc, Huszti szabadrugása a hosszúra. Jön a fejes, és mellé megy. Vinicius veszélyeztetett. Az utolsó negyed órában kapott gólok 13 pontot elvettek már a Puskás Akadémia csapatától. Azért az nagyon-nagyon sok. Főleg azt figyelembe véve, hogy összesen kettőt szerzett eddig a Puskás. Kovács bent a 16-oson belül, és kapura is tudta tenni Kovács. Azzal, hogy Huszti átjött itt, akár létszámfölényes helyzetet is kialakíthatnak. Lazovic felé a labda, Csepovic kapja, és 11-es. Elsőre jogosnak tűnt a 11-es, nem ez. Itt azonban Eris elkésik, és Csepovic nem tud tovább menni. Csepovic a 11-essel, és berúgja. 1-0-ra vezet a Vidi. A sértet végezte el a büntetőt, és nagyon határozottan, laposan Danilovic hóna alatt belövi a kapuba a labdát. Knezevic, Kis Tamás, bal lábára teszi, ellövi Kis Tamás, és ez sem volt rossz. És most a válogatott szünet azért jót tehetett a Vidinek, egy kicsit talán lehetett szusszanni, azzal együtt, hogy azért a Vidi keretéből többen is részt vettek hazájuk válogatottjának edzőtáborában, vagy akár mérkőzésein is. Ez pedig egy nagyon veszélyes lehetőség, és kapufa! 11-est ítél a játékvezető. Arabuli lent is marad. Ugye mellel veszi át a labdát, és próbál fejjel gólt szerezni. Vinicius pedig alig, hanem a magas lábért kapja a sárga lapot. Igen, fejbe rúgta Arabulit, és ezért 11-est. Pedig ebből könnyen gól is születhetett volna. 39. perc. Knezevic, és berúgja. Knezevic most magabiztos ítélet végrehajtónak bizonyult. Elküldi a másik irányba Kovácsikot, aztán begurítja a bal sarokba. Nem tudta folytatni Arabuli a meccset, úgyhogy 9-es számmal Pabon de Jesus áll be. Nagyon magasra ugrott Varga, és aztán nagyot huppant a földre, de előnyszabályt alkalmaz a játékvezető. Kis Tamás indul meg, Vinicius rossz felé indul, és most lövőhelyzet Knezevic fölé. Ez szép volt. Itt van, ahogy Lazovic tulajdonképpen Vargát nézi, tehát nem véletlenül háborog Varga a földön, de mehetett tovább a támadás, és így járt jól tulajdonképpen a Puskás. Knezevic jó helyzetben lőhetett fölé. Topira adná be, de ebből inkább egy keresztlabda lett Négónak. Négó alányul. Eris röviden fejeli ki, és felső lécet lő Milanov. Ezt szenzációsan csinálta, nagyon gyorsan reagált a bolgár. Ez jó lehet, Kis Tamás szerelik az utolsó pillanatban, de még ott a labda, Miocs fölpattan, és szöglet. Nikolov első labda érintése, rögtön egy nagy hiba, és majdnem ebből lő gólt a Puskás Akadémia. Nem vette még fel a ritmust Nikolov. Itt van, hogy teljesen ártatlan helyzetben Nikolov hazapasszolja a labdát, Vinicius pedig elengedi, azért ezt is hozzá kell tenni. Neki egyáltalán nem kellett volna, inkább ez Vinicius hibája. Kis Tamás. De Jesus, ez gyönyörű indítás, és nem volt lesen Miocs. Egy az egyben vezetheti rá, és óriásit véd Tuivel. Csereként beszállva Zitzert hárít a Vidi kapusa. Szenzációs bravúr. Bokros kapja megint. Szépen teszi tovább. Miocs. Ez gyönyörű. De Jesus, gól! 85. perc. Az új igazolás, De Jesus, az ecuadori megszerzi a vezetést a Puskás Akadémiának. Ő lőtte be végül. Itt kapja meg Jesus a labdát. Ez gyönyörű, ahogy Miocs megszerzi, becsúszva, és Tuivel nem tud segíteni a rövid oldalon. Nagyon közelről és nagyon gyorsan érkezik a lövés. Kovács. Stopira. Ez szép. Óriásit véd. Danilovic kapus.
Lazovic szöglete. És 11-es. Hát ez hihetetlen. Lazovic szöglete után, hát az volt. Nem lehet mit mondani, sajnos. Puskás Akadémia szempontból Harris fölugrott és kezezett. Csepovics 11-ese. És kivédi! Kivédi Darilovic a 11-est! Ezzel pedig 3 pontot szerez a Puskás Akadémia, mert ebben a pillanatban lefújja a játékvezető a mérkőzés.